Na, szevasztok srácok, Pauker Bence vagyok, ez itt a Video Killed Vlog 22. része. Mai adás is egy DaVinci Resolve tutorial videó lesz, és a mai részben arról fogok beszélni nektek, hogy mivel tudjátok feldobni az olyan felvételeket, amikor mondjuk a forgatási napon kimentek, és rossz az idő, csúnya az ég volt. Vannak olyan helyzetek, amikor ilyenkor is meg kell csinálni a forgatást, például ugye nekem pár hete volt egy reklámfilm forgatáson Pest környékén, és mivel elég sok szereplő szerepelt ebben a reklámfilmben, nem lehetett visszamondani aznap reggel a dolgot, valahogyan meg kellett oldani. Most ugye nézzétek meg, hogy milyen volt az eredeti felvétel. Én már meg is nyitottam itt a DaVinci-t. Itt ugye megnyitom ezt a Color tab-en, hogy ugye lássátok, hogy milyen értékeket mutatnak a szkópok. Tehát itt nincsen kiégve semmi, ez alapban köd volt, így nézett ki az égbolt, sőt igazából még ennél sokkal sötétebb volt az, amit az ember ott személyesen látott, nyilván aztán az ember megfelelően exponálja a kamerán keresztül ezeket a dolgokat, és akkor ezeken lehet javítani. Nyilván letöltöttem egy ilyen 4K égboltot, nézzétek meg, ez így néz ki, és ezt ide fölé helyezem a timeline-ba. Ezt kettőt ezt kijelölöm, jobb klik, new fusion clip, és csinálunk egy fusion clipet ebből, ugye átmegyünk a fusion fűre, és akkor itt ezt a merge nódot egy kicsit odébb húzzuk, oké. Itt ugye, hogy lássuk mind a kettő outputot, bekattintunk ugye itt erre. Tehát, hogyha erre rákattintotok, akkor vagy ugye az egyik outputot látjátok, vagy ugye mind a kettőt, és akkor e között tudtok majd választani. Tehát itt ezek a kis pontok, ezek azt jelölik, hogy melyik file, melyik képtérfélen van, tehát ugye a bal képtérfélen van a Media In 1, Media In 2, az égboltunk van a jobb képtérfélen, hogy egy kicsit jobban eligazodjunk, ezeket én átnevezem, ugye F2-t, hogyha megnyomjuk, akkor át tudjuk nevezni ezeket a fájlokat, és akkor a Media In 1 az a maga a videó, és a Media In 2 az pedig maga az égbolt. Rendben. Ugye itt a merge nódon, itt ez a felső kis háromszög, ez a foreground, tehát az előtér, és ez pedig a háttér. Ugye azt szeretnénk, hogy a videó legyen az előtérben, és az égbolt legyen a háttérben. Így ez most megvan oldva. Ugye azt szeretnénk, hogy a videónak azok a részei, amik itt fent vannak, ezeken lehessen látni ugye magát az égboltot, ezt pedig úgy lehet megcsinálni, hogy megnyomjuk a shiftet és a szó közt, akkor ugye kiadja nekünk ezt a választó blokkot, és akkor itt Luma Keyer nevezetű eszközt megnyitjuk. És akkor itt a Luma Keyernél, igen, tehát az, hogy most lássuk ezt a végeredményt, hogy éppen mit csinálunk, itt a merge nódnak a kis lámpáját fogjuk aktiválni, és akkor gyakorlatilag ezt a kettőt, ahogy összerakja a DaVinci, ennek a végeredményét látjuk. Most ugye én ezt az egészet kirakom így nagyba, hogy normálisan lehessen ezt látni. És akkor itt van egy ilyen kis slider, a Luma Keyerbe bemegyünk, amivel ugye tudjuk a megfelelő luminance, tehát fényességi értékekre hangolni azt, hogy az égbolt hol látszódjon. Most ugye ezt invertálnunk kell, hogy ne a sötét részekre akarja rárakni az égboltot, hanem a világos részekre, és akkor itt ezt a slidert egy kicsit ugye feljebb állítva tudjuk beállítani, hogy a fényesebb értékekre rakja rá ezt a hátteret. Itt a blur értéket azt én felállítom most a teljesen a legmagasabb értékre, hogy itt a széleket ugye ki, tehát egy átmenetet képezzen. Ezt ti ki tudjátok majd a ti kompozíciótokba
egy megfelelő értékre választani, ahogy nektek a lehető legjobban funkcionál, most mi így fogunk ezzel tovább menni. Jó. Most ugye be van rakva oda a háttérbe ez az égboltunk. És nézzétek, tehát ilyen volt ugye előtte, és ilyen lett utána. Tehát elég nagy különbség az, amit sikerült itt megcsinálni, viszont most az a gond, hogy most a nulladik frame-től elindítom, lejátszok. És ugye jó helyen van az égbolt, viszont nem halad a kompozíciónkkal együtt, tehát ugye, hogyha van egy ilyen jelenet, akkor annak úgy kellene kinéznie a valóságban, hogy egy kicsit ugye az égbolt is mozog a megfelelő irányba, tehát itt látjátok, hogy az egész háttér egy kicsit felénk jön, ezért ugye meg kell csinálni, hogy az égboltra is ez legyen az igaz. Most ugye ahhoz, hogy az égboltot a megfelelő helyre tudjátok igazítani, itt azt kell csinálni, elmentek ide az égbolt módra, a Shift és a Space együttes lenyomásával kijön ugye ez a panel, és akkor itt Transform nódot hoztok létre a kettő közé, ez azt csinálja, hogy erre elmentek, hogy ez fogja itt ezt az égbolt módot változtatni, tehát hogy itt látjátok, hogy a size-ot egy kicsit megnövelem, ugye így változik maga az égbolt. Itt ezt lehet megfelelő helyre helyezni, ahol szeretnétek, itt az aspect-tel tudjátok úgymond tömöríteni ezt az égboltot, tehát ugye így ebbe az irányba összetömöríteni, értitek úgyis, és akkor megfelelő helyre elhelyezitek, ahol nektek ez így tetszik. Tehát ez lesz így a kiinduló pont. Több technika van, megmutatom, hogy mire gondolok. Most ugye lehet egy olyat csinálni, hogy ide a videótokra rákattintva, ugyanígy Shift Space-szel egy olyat kikerestek, hogy Planner Tracker. Ezt beillesztitek ugyanúgy oda, és akkor azt kell csinálni, elmentek a nulladik frame-re, és itt kiválasztatok a kompozíción egy olyan helyet, mondjuk, hogy itt van ez a fa, itt van ez az épület, hogy ez belelógjon, mert ugye úgy fog a kompozíció maga változni így a timeline során, tehát az idő elteltével. A főszereplőnk ne lógjon bele, és ez a kettő másik szereplő se lógjon bele, mert magára a háttér mozgására vagyunk kíváncsiak. És akkor ugye ki van jelölve itt a töltőtól ikon, alapból ennél az eszköznél, és akkor mondjuk tényleg ezt a területet kijelöljük, és elindítjuk itt ezt, hogy track to end. Letrekkeltük a végéig, szuper! Gyakorlatilag így, ugye, ha megnyomjuk itt ezt a gombot, ez a Create Planner Transform, akkor létrehoz nekünk itt egy új nódot, és ezt a nódot kell beillesztenünk a Merge Node és az égbolt, meg ugye a Transform Node után, mert ez fog azért felelni, hogy ugyanaz a mozgás legyen az égbolton is, mint amilyen mozgást ő itt ugye legenerált, ahogy mozog az alapkompozíció. És akkor ugye megfogjátok itt vonalat, pálcát, nem tudom, és akkor beillesztitek ide a Planner Transform nódot a kettő közé, és megnézzük, hogy milyen eredményre jutott a program a saját maga által generált mozgással. Most ugye itt látjátok, itt a felső részén, most ugye ezt megpróbálom kirakni mindjárt nagyba, ugye nem, itt ugye nem lehet a Fusionbe kirakni nagyba, vagy ugye csak én nem tudom, hogy lehet. Na, tehát beközelítünk egy kicsit ide, és megnézzük azt, hogy ott mit csinál a felhő. Egy kicsit ugrál a felhő, nem megfelelően mozog, nem úgy mozog, ahogy mi azt szeretnénk látni, de hogyha itt középen nézitek meg, ott viszont egészen helyén van a dolog. Meg kell nézni azt, hogy körülbelül perspektívában mi az a mozgás, amit szeretnénk elérni, tehát egy kicsit tényleg felénk jön a felhő, tehát ugye nagyobb lesz maga, tehát ez a
ez a JPG, és egy kicsit ugye felfelé jön, tehát tényleg nézzetek meg, hogy a fánál hogyan mozog. Ezt nem feltétlenül kell minden esetben ezzel a planar transformal megnézni, hogyha az ember úgy ismeri a perspektíva szabályait, akkor fogja tudni, hogy hogyan mozog körülbelül egy bizonyos jelenetben az égbolt, és ezeket a dolgokat, ezeket manuálisan is meg lehet csinálni, mutatom, hogy hogyan, tehát ha nem működik ez a planar transform, akkor egyszerűen úgy kell megcsinálni, hogy rámentek ide a transformra, elmentek a legelső frame-re, itt leraktok egy keyframe-et magánál ugye a mozgásnál, és magánál a méretnél is. Ugye itt a legutolsó frame-en pedig ugyanígy lerakjátok ezt a két keyframe-et, és itt ugye egy kicsivel nagyobb mérete kell, hogy legyen ott a felhőnek, és egy kicsit feljebb kell, hogy jöjjön, a perspektíva így kívánja meg. Ha ezt úgy elsőnek nem érzitek, akkor kísérletezzetek vele, és meglátjátok, hogy megfelelő-e a jelenetetekben. Most így ugye, hogy ezt így saját magunk csináltuk, lehet látni, hogy ez az ugráló mozgása nincs meg ott a felhőnek, tehát sokkal természetesebben néz ki a végeredmény maga, és ha így megnézzük, akkor lehet azt mondani, hogy elég természetesnek tűnik magának a felhőnek a mozgása. Mindig lehet egy kicsit finom hangolni, hogyha nem tetszik nekünk a végeredmény, és a lényege az, hogy a feelingje tényleg jó legyen, és adjunk hozzá egy kicsit azzal, hogy színesebbé tesszük a felvételt, hogy lecseréltük a csúnya, borús égboltunkat. És akkor gyakorlatilag innen a Fusionből visszamentek az Edit Fill-re, és akkor tudjátok csinálni a többi jeleneteteket. Most nyilván ugye, hogyha sok jelenetetek van egy ilyen felvétel során, akkor sokszor kell ugyanezt megcsinálni, arra érdemes odafigyelni, hogy nem mindig ugyanazt az égbolti JPG-t használjátok, vagy nagyítsátok fel, kicsit húzzátok össze, kicsit rakjátok el valahova, hogy ugye nem mindig ugyanúgy nézzen ki a háttérben lévő égbolt, vagy ugye ennél a JPG-nek az esetében itt igazából 180 fokkal meg is tudjátok fordítani, és akkor ugye ez a lenti része van fent, és akkor megint ugye egy új jégboltot kaptok. Szerintem ezt nem kell túlmagyarázni, biztos, hogy értitek, hogy mire gondolok, és hogy képzelem el ezt a dolgot. Mai tutoriában ennyit szerettem volna elmondani, nagyon örülök, hogy velem tartottatok. A következő részben pedig nem lövöm még le, hogy mi az, amit fogunk csinálni, de az is egy DaVinci-s tutoriál lesz. Ha hasznosnak találtátok ezt a mai részt, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a jövőben elkészülő DaVinci-s tartalmakról. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!